Szerbusztok, kedves emberek, én Oszkár vagyok, és ez az MK9 Arcade Ladder következő része. Smoke-kal fogjuk végigvinni, késő éjszaka van, úgyhogy most egy kicsit már visszafogottabban kell beszélnem, mert papír vékonyak itt a falak. Aztán nem akarok senkit zavarni itt a hangoskodással. Igaz, hogy hallom most már ugye a saját hangomat, a Logitech G35-ös mikrofonnak a mikrofonját, vagyis a fejhallgatónak a mikrofonját sikerült beállítani megfelelően, na mindegy. A lényeg az, hogy ugyebár Noob-bal már voltunk, Cyrex volt legutóbb, és most pedig jön Smoke bácsi, aki valami hihetetlenül kemény. Tehát körülbelül egy órába telt kitanulnom olyan szinten, amit most látni fogtok. Nem vagyok vele profi, de egyből sikerült experten végigvinni, és azért az valamit azért jelent. Hát egyrészt ugye tapasztalatot, tehát hogy ismerem ugye a ellenséges karaktereket, stb. Stb. Egyébként Smoke-ról érdekes dolog fog kiderülni majd a Arcade Ladder-nek a végén. Na hát igen, van egy ilyen alapkombó. Van egy dupla rúgás, ez is egy nagyon erős, de a legerősebb mozdulat az mégis rúgás-ütés, olyas, mint Liu Kangnek is van. Ugyan. Igen, az X-ray az sajnos olyan, hogy ez vagy bejön, vagy nem. Tehát azt nem sikerült úgy csinálni, hogy kombóval megtámogatom, meg ilyesmi. Ez vagy éppen lehetséges, csak nagyon körülményes. Igen, sajnos ez itt nem mindig jön be. Van egy ilyen tripla támadás is, ami ugyanaz egyébként a ütésrúgás, csak még van egy alternatív lefelé rage-up, tehát egy lefelé kis ütés tulajdonképpen. Igen, egy kicsit körülményes. Hát meg ugye van ez a füst labda, ez is egy elég jó. Hoppá. Na-na. Ah, yes. Ez a füstlabda is jó, mert ugye a levegőbe viszi az ellenfelet. És hát igen, akkor így lehet időzítve mozdulatokat csinálni. Hú, de jó. Nem jött be a dolog. Kedves Scorpion bácsi. Hú, pedig ez nagyon jó kombó, jó lenne bevinni. Na. Bitch! Ez az! Hát ez egy ilyen masszív 35% körüli. Szóval végül is egy standardnek mondható. Ja, hát 34. Igen, na akkor nézzünk egy finishimet. Kivégzést, azt mondja, hogy smoked out. Karnyújtásnyira. Jobbra-balra page up. Ho-ho! Kifüstölve, smoked out. Elég fájdalmas ez a füst. Smoke wins. Fatality. Fatality. Szóval, hogyha ezt a rúgás-ütés, ezt így megfelelően időzíted, akár ilyen 27-28%-ot lehet vele sebezni. Olyasmi, mint amilyen Liu Kangnek van, csak ez kicsit körülményesebb. Na valami ilyesmi. Csak a dupla rúgással kellett volna megspékelnem, és akkor lett volna egy ilyen 28% kb. Így. 27. Ha. Na meg van egy ilyen is, hogy ütés-ütés rúgás. Ez is elég jó. Ja. Hát igen, Sonya az nem olyan nagy kihívás. Á, igen, ezt még gyakorolnom kell, ezt a füstbombás dolgot. Minden esetre a dobás az teljesen standard, az mindig összejön. Hú, nem gondoltam volna, hogy ez bejön. Na, nesze! Melmaszírozás. Ez az! Igen, hát ezt általában akkor kell behozni, amikor éppen valamit csinál az ellenség, és akkor gyönyörűségesen benyeli az egészet.
Na nézzünk akkor még egy ilyen tremort, egy ilyen földrengés. Balra, balra, le, jobbra, beach down. Hú. Ez vajon mit csinál? Juhuj. Ez ilyen borotva éles füst volt. Fatality. Hát ez van. Már is Kitánánál tartunk. Round one. Fight! Hoppá! Jaj, egyébként ezt a teleport ütést, ezt levegőből is be tudjuk hozni. Ami enchantolva 15%. Már hogyha mind a három része bejön természetesen. Igen, sorokba szorítva a legjobb ez a mozdulat. Valamint ez a rúgásütés. Aj, ezek a legyezők. Ahú, most elcsesztem. Igen, látszik, hogy már késő éjszaka van. Na ez az, így gondoltam. 35% köcsög. Kell lennél több, őszintén. Ez még ember-ember elleni küzdelemből is egy nagyon jó kombó szerintem. Már hogyha megengedik, hogy behozzam, ugye, mert általában az a baj az ember-emberi küzdelemben, hogy benyom egy breakert, és akkor kész, cseszheted a kombódat, akármilyen erős. Ez most mázli volt, mert most éppen nem csinált semmit, de a számítógép megengedte nekem az X-ray-t, hála jó Istennek. Hoja! Jaj, cső! Ez az! És Brumics! Füstlabda az egyébként olyan, hogy ha enchantolod, akkor még egy picivel nagyobbat sebez, tehát ilyen, nem tudom, 5% helyett, ilyen 10%-ot kb. Úgyhogy ez van. Lehetett volna úgy megoldani, hogy ha mondjuk enchantolva dobod a lábához a füstlabdát, akkor még először így felülről, hogy nagy sebességgel leesik, sebződik, onnan visszapattan, és persze nagyobbat sebződik, mint egy sima füstlabda által, és utána még lehet egy ilyen kombót csinálni. Tehát nem így lassan esik felülről lefelé, hanem pattan egyet. De nem így oldották meg, majd a MPL-11-ben lehet. Ú, noobot nem nagyon kedvelem. Ellenfélként. A teleport ugrásai, ezek az agyamra mennek. Ő is, vagy legalább olyan trükkös ellenfél, mint amilyen én vagyok. Nem jött össze ez a dobás. Hát ez se jött össze, köcsök fiú. Na még egyet próbáljál. Na nem ilyet. Hoppá! Hopp, hopp! De nem folytattam a kombót sajnos. Ez az. Na, majdnem sikerült. Na, bekapod, bekapod. Így ne, így ne. Ujjá! Jajcs! Na, na, ne, 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 ne. Hoja, hoja! Yes! Két mozdulat, 13%. Azért az nem rossz. Bimcs! És bumcs! És még egy truncs. Nózi rúgás volt. Ez az. Hát igen, ez egy ilyen standard. 27% azért az rohadt jó, nem? Nekem az a véleményem, gyermekeim. Ez halálos lenne egy ekkora esés. Ha nem az én. Inkább olyan, mintha nem is tudom, a ötödikről leestem volna fejjel. Na igen, hát ez egy 20%. Nem rossz. És kész. Brumics van.
Aztán minél több karakter tanulsz ki, annál hamarabb rájössz arra, hogy tulajdonképpen egy kaptafára épülnek a karakterek. Hát némi szeparációval persze. Tehát ez alatt mondjuk azt értem, hogy mindenkinek van egy olyan alapvető minőségi kombója, amivel úgy lehet érvényesülni. És persze, hogyha nagyon magas szinten megtanulod, akkor már előjönnek az egyéniségek, de egyéniességek. De mondjuk így alapszinten nem látja az ember még. Tehát így alapszinten tulajdonképpen mindenkit ugyanúgy kell irányítani. Kénót nem szeretem a késői miatt, meg ez a pörgő ugrás, ez gusztustalan. És sajnos ez dupla rúgás, ez nem mindig jön be, pedig az adja meg a végső döfést. Bőven benne volt az a menet. Így van. Na igen, ez az. És ráadásul ez nagyon erős, tehát ez talán a legerősebb ilyen nekiugró támadás. Hát ez már nem biztos, hogy meg lesz. Még így X-ray-jel sem. Na. Nem. Azok a kések rohadt sokat sebeznek, még kivédve is. Kb. 3%-ot. Pláne ilyen csántolva. Na ez az, ez gyönyörűséges volt. Ha, de szép volt. Nesze, haha. Nózi ütés. Fú, ma három karakterrel a mai nap folyamán játszottam végig az MK9-et. Persze ti ezt máshogy látjátok, mert ugye két videónként van a megosztás, de ez most egy nagy menet volt ez a mai számomra MK9 szempontjából. Tulajdonképpen három MK rész, meg egy Minecraft még kora reggel. Cyrex, veled is játszottam ma. Ismerem minden mozdulatodat. Oh. Hey, what the fuck are you trying to do with me? Ajcs. Na, mi? Ne csináld már, he! Hogycs! Na, akkor most elintézlek! Hogycs! Szívmasszás! Hát talán Smokey a leglassabb felütés. Nem? Hú, ez pedig szép volt. Ez az! Bum! És még durr! Yeah! Masszírozás, szívmasszázs, igen, bumi! Akkor már kevés életedé van a másiknak, akkor mindegy, csak sebzést vigyél be, még hogyha kivédi, az is jó. És akkor is szépen el fog fogyni! Az életerő. Na ez hanyagoljad. Hanyagoljad ezt Cyrex, mert ez gusztustalan mozdulat. Össze-vissza kalimpálok.
számítógép játszik velem. Játékos hangulatában van, úgy látom. Jó van, oké, elég volt. Hát ez nem igaz. Élvezitek? Remélem. Remélem, mert én is nagyon fosok. Oké, okay, szerintem elveszítettük, van egy olyan érzésem. Ó, és még egy kombóval végzett ki. Hát Cyrex. Ezt meg kell torolni. Ezt úgy meg fogom torolni, hogy... ha beszalsz. Olyat kapsz. Olyat fogsz kapni, hogy beszalsz. Na. Igen, ez az. Na, beszalsz száma. Beszalsz. Jó, pedig hát ez annyira jó, éppen csináltál valamit, úgy láttam pedig. Jó. Ilyen Bruce-t is jelleggel. Na! Mi volt ez a rakéta, amit a belembe beleraktál? Egy szívmasszást kapsz! Na! Na ne! Kobak masszázs! Haha! Yes! Köszönöm számítógép, hogy megengedted, hogy győzzek. Éreztem, hogy nem a képességeim arattak sikert. Szép volt! Még egy ilyet kérek. Az a baj, ez a füstlabda, ez elég könnyen kivédik. Na. Szívmasszást kapsz. Még egyet. Egy extra füstlabdát kapsz, Nesze. Jaj, haladunk, haladunk, gyerekek. Cyber Sub-Zero. Round one, fight! Ajaa! Na, nem akarok lefagyni. És még semmi sebzést nem vittem be. Na majd most egy... most egy szuper kombót kérek. Köszönöm szépen. Ez a szuper kombóm. Ingyen eladó ma. Ez az. Ez az. Győztem. Látjátok? Így kell győzni. A győzés technikája című sorozat. Ezt mindig beszapom. Ú, de szép volt. Hát igen, tulajdonképpen a Sub-Zero-k azok általában így mindig becsúsznak, és akkor abból, hogyha azt megcsinálja és azt kivéded szépen, akkor nincs gond. Mert akkor egyből tudsz egy dobást bevágni, vagy egy valami szuper kombót. Erről így ér? Sima kombó. Úgyhogy jó dolog ez a smoke, jó dolog. Lehet vele nyomulni, mint a disznó. Jó, már itt is tartunk, Shang Tsungnál. Jó ég. Fight.
Oké, okay. Okay, befejezheted. Akkor sem lesz hibátlan győzelem. Hú, jól meg lettünk verve. Round 2. Fight! Most muszáj megvernem. Bumcs! Ezt a menetet nekem kell meggyőznem. Megnyernem. Meggyőznem. Na, szívmasszást akarok adni neked. Hú! Jól van, jól van. Van még esélyem. Az azt jelenti. Hú, szuper. Nem egy szuper kombó volt, de majdnem. Jajcs! Scarlet baby! Hú, ez ilyen sokat levet ez a hét mozdulat. Ja persze igaz, ilyen csantolva kell lesz értelmezni a Shang Tsung esetében. Úgyhogy ez van. Tényleg Smoke-nak egyébként nincs is távolsági támadása a füstlabdát leszámítva, nem? Tehát olyan nincs, hogy valamit így kilő és akkor az sebez. Mindjárt meg is nézem. Nézzük csak meg. Hogy van. Más shake. Ja, igen, az Airtrue teleport, invisibility, smoke away, smoke towards. Ja, hát igen, csak ez egy van. Oké, okay, köcsög. Így van, ez az. Ezt szeretem látni. Ah, oh, beleugrottam a tűzbe. Na, ez se rossz. Ajajajajaj. Fekete vonat. Komisszei! Semmi értelme nincs ezeknek a benyőgéseknek, amúgy nem? Mozogjál! Mint valami rossz kiképzőtiszt. Mozogjál! Gyönyörűséges kombó ez. Na, megint beszaggatott a játék, nem tudom mi van már itt megint. Remélem nem fog sokat szaggatni. Shao Kahn környékére nagyon beklepál a játék. Ó, majdnem hibátlan volt. Na nem baj. Na Shao baby. Round 1. Fight! Mozogjál! Hát igen, itt ez a kombó a legnyerőbb, az biztos. Hát ráadásul Shao Kahnnak elég könnyű bevinni. Annyi, hogy sarokba kell szorítani. Így van, és akkor már csak ezt kell így bevinni szépen, így. És akkor lehet menőzni. Testvér előtt, barátok előtt, hogy na látjátok, így kell játszani. Smoke-kal. Round 2. Fight! Átugrottam, látod köcsög?
De szép kombó volt. Hát ez az. Próbáltam szépen játszani, de hát ez nem. Nem! Hú, ez nagy mázli volt. Na. Hajó. Fú, láttad ezt? Na mit szólsz ehhez? Nézzük az áró animációját Smoke-nak. Meg fogtok lepődni, hogy ki is ő valójában. Még a nevét is elárulja a kommentár. Shao Kahn's violent death shook the very core of Smoke's being and dislodged his earliest memories. Tomas Rabada was only a boy when he was abducted by an obscure cult and sacrificed to a demon. Burned alive, he returned to the mortal realm as an Anenra, a creature of smoke and vapor. His captors were helpless against his shapeless form as he lashed out with rage, killing them all. His murder avenged, he returned to his human form, remembering nothing of his former life. Now aware of his true identity, Smoke understands he is no mere assassin. His destiny has been revealed. Igen, és ez volt a 29. része az MK végjátszásomnak. Smoke füstfelhőjét kiváltottuk. Na, szóval, hogyha tetszett a videó, akkor légy lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra. És aztán jön majd a következő karakter. Most eléggé benne vagyok, ennek örülök MK-ban. És most már ugye ilyen picit gyorsabb karakterek fognak még jönni. Az utolsó az kimondottan az, tehát ugye Raiden lesz az utolsó karakter. Na de, majd meglátjuk. Találkozunk legközelebb is, köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!